Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a videónézőit. Többször hallhattuk már, hogy Brüsszel forrásokat tart vissza Magyarországtól. Ilyen például a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, rövidített nevén az RRF, amit az Európai Unió a koronavírus járvány következményeinek az enyhítésére hozott létre. Ezeket a forrásokat az Unió nem elég, hogy visszatartja Magyarországtól, még azt is előírja, hogy mire lehet elkölteni. Ide tartozik a digitális átállás, melynek keretében a magyar kormány az egészségügy digitális átállásának támogatására 2026-ig 133 milliárd forintot tervez fordítani. De nézzük meg, hogy mik is az Európai Unió szándékai az egészségügy digitalizációjával. Az egyre növekvő és öregedő népesség alakítja egészségügyi rendszerünket, amelyeknek hatékonyabb és intelligensebb gyógyszerekre van szükségük. E kihívásokkal való szembenézés olyan hatékony eszközöket igényel, mint a mesterséges intelligencia és az adattudomány. Ez a digitális stratégia áll az Európai Egészségügyi Adattér középpontjában, amely 2022. májusának elején indult útjára, hogy biztonságos betegcserét alakítson ki és jobb ellátást nyújtson, megerősítve a kutatást és a szakpolitikai döntéshozatalt az uniós tagállamok között. De milyen adatokról is van szó? Az egészségünkkel kapcsolatos információkról, amelyek akkor keletkeznek, amikor orvoshoz fordulunk vagy kórházba megyünk. Ezt nevezzük az egészségügyi adatok elsődleges felhasználásának. A másodlagos felhasználás az összesített egészségügyi információk feldolgozása, például az egészségügyi ellátás, a gyógyszerfejlesztés vagy a kutatás javítása érdekében. Az Európai Egészségügyi Adattér egy egészségügyi adatmegosztási keretet jelent, amiben az egészségünkkel kapcsolatos valamennyi információ megjelenik, ha egészségügyi ellátást teszünk igénybe. A nemzeti egészségügyi adatbázisok összekapcsolásával tervezik létrehozni, melynek alapját Magyarországon a 2017. november 1-től működő elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, rövidítve EST jelenti, amit szintén uniós forrásból hoztak létre. Az EST-be valamennyi működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató, így a köz- és a magánegészségügyi ellátást végző orvosok egyaránt kötelesek adatot szolgáltatni a lakosság által igénybe vett egészségügyi ellátásokról. Az Európai Egészségügyi Adattér kialakításának csak az egyik célja az, hogy a saját egészségügyi adatainkhoz unió szerte azonnal hozzáférjünk. A másik valódi célja az összesített egészségügyi információk felhasználása az úgynevezett közérdekű projektekhez. Engedélyt adunk az egészségügyi adatok felhasználására a kutatásban, de az oktatásban, a fejlesztési és innovációs tevékenységekben, a politikai döntéshozatalban is. Az EST az egészségi állapotunkkal kapcsolatos információkat tartalmazza. Betegségeink, kezeléseink történetét, gyógyszereinket. Az egészségügyi adatok érzékeny személyes adatnak, úgynevezett különleges adatnak számítanak. Az EST-n belül kialakításra került az úgynevezett E-profil, ami a legérzékenyebb adatokat tárolja, mint például allergiák, gyógyszerérzékenységek, implantátumok, krónikus betegségek, gyógyszerezés adatai. Az egészségügyi adatainkkal mi magunk rendelkezünk. Az EST-ben digitális önrendelkezés alapján arra van lehetőségünk, hogy az E-profilban az adatok feltöltését és az azokhoz való hozzáférést a jövőre nézve megtiltjuk. A többi egészségügyi adat feltöltését nem akadályozhatjuk meg, csak azt, hogy a kezelőorvosunk vagy a házi orvosunk megtekinthesse azt. Digitális önrendelkezés keretében tehát csak korlátozásokat tudunk beállítani. A meglévő adatok törlésére nincs lehetőségünk, ami egyébként a GDPR 17. cikkébe ütközik. Az Európai Egészségügyi Adattérben a bizalmas adataink megosztásánál a magas szintű biztonság annyit jelent, hogy az úgynevezett közérdekű projektek résztvevői csak álnevesített adatokhoz férnek hozzá, vagyis olyan adatállományhoz, ami nevet nem tartalmaz. Arra azonban nincs garancia, hogy utólag az adat kapcsolatát az érintettel megfelelő technikai feltétellel ne lehessen helyreállítani. Összességében tehát azért a kényelemért, hogy az egészségügyi dokumentumainkat az EU-ban bárhol felhasználhatjuk, az adatainkkal fizetünk. Az adat, mint új olaj, ugyanis világpiaci áru lett. Nem kérdés tehát,
hogy az európai egészségügyi adattér kialakítása az EU számára jövedelmező üzletágat fog jelenteni. Van egy finnországi kapcsolattartó pontunk, ahol érdeklődhet az adatok minőségéről, az árakról, elérhetőségéről, vagy bármiféle olyan dologról, amit tudnia kell, amikor a kutatást tervezi.